Üdvözlök mindenkit, Necroclim vagyok, és jöjjenek az Acolytes Rifle modok, tehát az olyanok, mint az Argon Scope, vagy a, hol az Isten nyilával, hogy ezeket sose találom meg, a Bladed Rounds és a istentelenül hatékony itt van Catalyzer Link, tehát ezekről a modokról fogunk most beszélni, megéri-e, nem éri meg, hogy éri meg. Soma Prime, azért is Soma Prime, ezek egy kicsit bonyolultabbak talán, mint a kardozós modok. Ott az egész jól eldöntöttük, hogy ez most jó-e vagy nem. Na most, ezeknél nem olyan egyszerű. A rifle-ök bonyolultabbak, és több fajta van, és nem mindegyikkel olyan. Úgyhogy most a Soma Prime-ot hozom el kísérletnek, ez az egyik normális modoláson, mindenféle elementáli moddal benne, úgy, ahogy kell. És ugye szeretném, ha látnátok, hogy 200-as tárja van, úgyhogy egy kicsit tudtok számolni, és jobb alsó sarok. Behívunk egy 90-es bombardot, és megnézzük, hogy milyen gyorsan tudjuk lebontani. Nagyjából, hogy lássátok a sebzési hatékonyságot mindenképpen. Enemy level 90, oké. Okay. Simulate. Mert ezek a modok is igazából igazán nagy hatékonyak szinten. Tehát itt a Soma Prime, nem mondhatnám, hogy kifejezetten hatékony, de hatékony, amint látjátok, tehát 102 golyó maradt meg, úgy nagyjából mindegyik talált, szerintem. 102 golyó maradt meg egy Soma Prime-ba, és most jöjjön az egyik ilyen mod, a 102-t jegyezzétek meg, még nincs jelentősége, szólni fogok, mikor van jelentősége, szépen sorba fogunk menni. Catalyzer Link mit csinál? Ability Cast esetén, tehát amikor bekapcsolod az ability-det, tehát a képessége, Warframe képességedet, 9 másodpercig 60%-os státuszod lesz. Jelenleg ugye a státusza a szomámnak 54% plusz 60, tehát elég biztosan 100%-osan be fog ütni a Radiation és a Viral státusz. Szóval mondhatni azt, hogy érdekes modocska, ez érdekes modocska, ez. Én lecserélem a Vital Sense-re, annak van a legtöbb értelme, azt hiszem, hogy lecseréljem. Szóval el kell kapcsoljuk egy képességet ahhoz, hogy és émélnem kell ahhoz, hogy 60%-on biztosan bekapcsol az a státusz sense. Na most, 102 golyó, ugye? Nagyjából. Na. Mi a dolog lényege? Az, hogy behívom ezt a bombardot. Ugye? Simulate-re rámegyek. Bekapcsolom a képességet. És elméletileg 110%-os chance-em van. És igazából meghal magától is, de elmondhatod, hogy nagyjából 102 golyó kellett ahhoz, hogy lebontsa, és nem mondhatnánk hasznavehetetlennek, láttunk ott egy-két piros kritet is, ugye? Tehát még egyszer, szinte megér egy próbát, hogy ezt megnézzük, és megnézzük, hogy mit csinál ez mondjuk egy bombard, mondjuk ezt, ugye? De ahhoz, hogy bemutassuk a sebességet, most bekapcsolok egy másik képességet, és émelek, mint a hülye, minden golyó talál, elég jó kis sebzés státusz van rajta, megy becsülettel, bele is hal. Szóval hopp, és a státusz nem ölte meg. Beszarás. De amint látjátok, nagyon durván le lehet bontani. Megnézzük, mit csinál mondjuk 3 bombard ellen. Ugyanez a változat. Szóval a modról annyit tud csinálni, hogyha émelsz, akkor biztosan száll. Hogyha van már egy fegyvered, aminek 30% fölött van a státusza, ez a mod fel tudja segíteni 90%-ra is, biztos, hogy státusz tudsz elérni vele. Ezért haszna van ennek a modnak. De még nem fejeztük be. 3 bombard. Azt mondja, hogy bekapcsol képesség, zoomolok, mint a hülye, és tök jó lenne, hogyha egy tárból el tudnám őket tisztelni. Ja, amúgy azért jölik egymás, már Radiation Damage bekapcsolt, ugye? És mondtam is volt a sebzéses videómban, hogy itt van már értelme magasabb szinteknél az ilyen Viral Radiation-nek. Egymást tölik, egyszer töltöttem újra, és 9 másodperc már majdnem biztosan lejárt. De ez meg a másik, ugye, hogy Warframe bekapcsolás esetén. Tehát a Chrománál azért jó, mert mindig az lesz, hogy bekapcsolod az egyik képességedet, biztosan.
mert muszáj, mert ha nem fogsz tudni életben maradni. De amint láthatjátok, tehát gyakorlatilag kétszer kellett útra tölteni a 200-as tárnál, el lehet dönteni, hogy hasznos. Szerintem a Vital Sense-nél nagyjából ugyanezt tudtam volna elérni. Az az igazság, hol vagy Vital Sense, drágám? Úgyhogy... el lehet mondani, hogy ez a mod nem rossz, nem rossz, de szerintem egy Vital Sense miatt például nem éri meg lecserélni kifejezetten. Szerintem nagyjából ugyanazt tudom elérni. Már be is kapcsolta az izé, a státusz. Már látjátok, amúgy is a státusz 54%-os státusz, srácok, az azt jelent, hogy minden másik golyó egy státusz sebzést fog csinálni. És amint látjátok, a Vital Sense-nek köszönhetően kurvára nem hiányzik belőle az a státuszos mód. Az az igazság. Szóval ebben az esetben ez a mod nem annyira, mert hogyha már a fegyveretek egy 50% fölötti státusszal bír, az azt jelenti, hogy nem az első, de a második golyó státusz fog csinálni annak az ellenfélnek, annak a bizonyos ellenfélnek. Ezért ez a mod nem feltétlenül jó. Akkor jó, ha a fegyvereddel nem tudsz kihozni többet 20%-os státusznál, mert akkor felsegíti egy magas státuszra. De még akkor sem biztos, hogy megéri, hogyha egy Vital Sense 120%-os crit damage-et tud adni. Na most jön a következő, a Bladed Rounds. Ölés esetén 120%-os crit damage 9 másodpercig. A Vital Sense 120%-os crit damage-et ad alapból. Szóval, ha émelsz ráadásul, tehát így értitek, akkor el van döntve, hogy melyik megy be például a Vital Sense vagy Bladed Rounds, tehát ez így el van döntve, tehát ez a mod igazából így why? Why do you exist? No, de itt van az aranytojásszaró tyúk, barátaim, mert ez aztán tényleg aranytojásszaró tyúk. Headshot esetén 135%-os crit chance-t ad, ami azért elmebeteg. Ha ránéztek a szománál, 75%-os crit chance-en van. Plusz 135%, az igen, 210%-os crit chance, mindjárt megmutatom, mire képes ez a cucc. Na most, ez az a mód, ami tényleg megéri a 100 platot. Ebből a szempontból nálam, ez az egyik leghasonlóbb, már be is került a szomába, mint egy alapon. De viszont nem olyan egyszerű már ez sem. Bejövök 3 bombardot, itt annyira nem nagy tészta a dolog. A simulate, rámegyünk a szimulálás. Jó, bebiztosítottuk magunkat, hogy nem halunk meg elsőre, és jön a Soul Prime. Headshotot kell lőni, és már belőttem egy headshotot, és utána mindegy már, hogy hova lövök, remélem ti is látjátok a piros kriteket. Ez az Argon Scope, elmebeteg. Elmebeteg. Azt kell, hogy mondjam. És ugye rajtuk van a státusz. 9 másodperce piros kriteket osztasz ki. Mi a pöcsöm ez a mod? Hát ez betegség ez a mod. Nagyon durván OP, kurva jó. Azt kell, hogy ez az a mod, ami igen megéri. Na de most, most nagyon be vagytok lelkesedve, tudom. Argonszkóp, mindenhova argonszkópot fogsz rakni. Ne! Ne! Állj meg és gondolkodj, miért? Mert vannak modok, vannak fegyverek, amelyekkel lehet, hogy nem zoomolsz. Ha nem zoomolsz, az Argon Scope szart se ér. Nem fog sosa bekapcsolni Ignis. Például Ignis-szel elég könnyű headshotot lőni. De én például az Ignis-szel kurvára nem zoomolok soha. Tehát az Ignis-szel azzal úgy lövök, hogy sosem zoomolok, mert nincs rá szükség. Nem éppen a legerősebb fegyver amúgy se, tehát végjátékokra sose viszem. Argon Scope és társai csak és kizárólag úgy gondolom olyan fegyverekbe érik meg, amelyekkel zoomolsz. Én ezekkel nem zoomolok, nincs rá szükség, és tökre fölösleges, úgy gondolom. És mint hogyha az Ignis bármikor is vinném egy végjátékra, de tökre felesleges zoomolni velük, tehát nekem az a véleményem. És ezért az Argon Scope nem működik. Na most!
még mielőtt ezeket beletelne fél órába, hogy megöljem, akkor el akarom azt mondani, hogy ezek is készüljetek fel, hogy olyan modok lesznek, hogy ja, a Blast Damage-re van húzva, azért esnek el a kedves bombardjok. Ezek is olyan modok, hogy tökéletesen meg vagy nélkülük, de ha vannak, az sem rossz. Főleg egy ilyen kis tető, mint az Argonscope, a maga piros kritjeivel. Na most a kérdés az, hogy mondjuk így a, nem tudom, összesítve a három mod együtt, az hogy milyen jól működne. Mondjuk a Bladed Rounds az teljes mértékben kalapszar a izéhez, tehát az semmiképp sem éri meg berakni a Vital Sense, mikor ott van a Vital Sense. Tehát az így, mi a francnak van ott. De például végül is, hogyha együtt használjuk az Argonscope-ot, meg a Catalyzer Linket, 46%-os csak a status, tehát akkor mit tudom én, most mondok valamit, berakjuk ide, és berakjuk az Argonscope-ot is, és megölöm az összes sebzésemet, ja, csak egy elektromos sebzés marad bent. Akkor berakjuk a Vital Sense Heavy Caliber helyére. Várjatok csak, várjatok csak. Egy. Lalalalalala, Catalyzer Link, most berakunk valami. Jó. Radiation nem is teljesen jó. És akkor ott a Catalyzer Link és ott az Argon, szerintem például így együtt a modok jól tudnak működni. Nincs velük gond, de szerintem nem feltétlenül éri meg őket berakni. Szerintem az Argonscope-os speciál csak olyan fegyverhez éri meg berakni, amivel tudod, hogy mindig zoomolsz. És az Argonscope már is bekapcsolt, a status is bekapcsolt, mert látni, hogy bontják le egymást. Tehát így látjátok a státuszokat, mennyi van rajta, hát ez beteg. Tehát jól működik, 9 másodpercig. Egy headshotot kell lőni, Warframe-ben azt hiszem nem nehéz lőni egy headshotot. És már is lebontod őket, szóval együtt jól működnek a dolgok, szóval ha nem tudod felstátuszolni a izédet, vagy úgy érzed, hogy inkább máshogy modolnád a fegyvereket, mint hogy státuszmodokkal, tehát azt mondod, hogy modolás, most elbaszom, itt a gyönyörű kis szoma modolás volt, tehát azt mondod, hogy tudjátok miért, engem nem érdekelnek ezek a bugyuta státuszmodok, nekem ide erő kell kőkeményen, és fogod, és kiveszed belőle ezeket a termite rounds, gyere ki szívem, ti cseréljetek, és ide most jöjjön be egy ilyen infektet, nem is fér bele, mert nincs annyi forma, hogy csináljuk. Tehát neked több erő kell, az a lényeg, tehát mondjuk még beleraknék egy formát, akkor szerintem tök jól működne. Az is 9, az is 9. Így. Megesett, hogy így le tudom cserélni, nem? Még így sem tudom lecserélni. A lényeg az, hogy most emeltünk egy kicsit mondjuk a Blast Damage-el, most mondtam valamit. Tehát több erőt akarsz kihozni belőle, még beleraksz egy formát, és a termát rounds helyett belerakod a Hellfire-t. Na most abban az esetben a Catalyzer Link megéri, mert ugye már csak 28% a státuszom, plusz 60% státusz, 28 plusz 60 az már 88, tehát biztosan lesz mindig státuszod, de cserébe kapsz egy kicsivel több erőt, szóval lehet másként voltakozni, és a két mód megint csak jól működik majd együtt, szóval ki lehet megint csak próbálni. Most már több elementális sebzést tudsz bevinni, viszont nem veszítesz cserébe a státuszból. Már hogyha zoomolsz, és mindig elkapcsolsz egy képességet, de mindig el kell kapcsolni egy képességet. Például Excaliburnál vakítasz, Lokinál láthatatlan leszel, de mindig képességed lesz elkapcsolva. És akkor biztosan lesz mindig státusz, és amint látjátok, rajtuk van a státusz, csak mivel nem egy radiation státusz van rajta, egy kicsit könnyebben mondja, de ott van rajtuk az a státusz. A slash damage mindig bent van, a izé mindig beüt, a blast damage, esnek el. Ez a lényeg. Szóval amint látjátok, működik, csak mondom megint csak vedd figyelembe, hogy nem egy radiation damage és nem egy viral damage éri őket, ezért lassabban halnak. De halnak, mert kurvára bekapcsolt az Argonscope, és kurvára bekapcsolt a státusz sebzés, és ugye gyakorlatilag 88%-os státusra sebzés, szinte minden golyós státuszos.
És ez kurva sokat jelent. Ha ezt akarod elérni, akkor ez a mód kurva jó. És nagyon is megéri. A Bladed Rounds még mindig nem éri meg. Tehát a Vital Sense ott van, és így mi a pöcsne. Őszintén. Tehát, hogy rakjam be. Persze, ha kiveszem a Vital Sense-t és berakom helyett ezt a Bladed Rounds-ot, amit még mindig nem értek, hogy miért csinálnék ilyet, de akkor oké, mert a hárommal együtt működik. De például ebben az esetben a Catalyzer Link, hogy csak 28%-os státuszon van, fel tudja stackelni ezt a ugye a Cryorance-nak a státusz hiányát. Gyakorlatilag így megéri. Na, srácok, ezek voltak a rifle modok, hamarosan rátérünk a shotgunokra is egy másik videóban, úgyhogy maradjatok velem, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, szokásos dolgok, és jöhetnek a kommentek, szerintetek megéri, nem éri, hogy tetszett a videó, mi a véleményetek, érdemes-e használni, és hát ja, én így látom őket, azt mondom, hogy meg vagy nélkülük is, ha vannak, az jó, és egy-két mód igazán-igazán számít, mint például az Argon Scope egy-egy adott végjátéknál, ugye. Itt most egy sebzést tudtam kihozni, egy Blast Damage-et, Catalyzer Link miatt, persze kihozhatnék akár ilyen másik damage-et is, szóval ne azt mondjam, de egy elementál sebzést tudok kihozni Catalyzer Link-kel, és amivel felstátuszolom, gyakorlatilag még egy forma belemegy a szomába, belerakok még egy Hellfire-t, vagy egy Infected klipet, tök mindegy, elveszítem a státuszt, amit ad a Termite Rounds, de cserébe a Catalyzer Link-kel felstackelem, az Argon Scope-pal beütöm azokat a kriteket, és lehet, hogy nagyjából ugyanott leszek, ahol két izét tudok beadni, elementális sebzés, de egy Argon Scope-pal. Nem tudom, hogy melyik egyik jobb-e, mint a másik, hogy őszinte legyek, szerintem nagyjából valahol ott vannak, de jobban kedvelem a két elementáli damage-et, főleg a Radiation Viral kombót, mert nem lőnek vissza, de az Argon Scope tökéletesen elvégzi a dolgát a piros kritekkel 54%-os státuszon, és azt jelenti, hogy minden másik golyó ütni fog. Nos, uraim, ez lett volna, várom a véleményeket, köszönöm a figyelmet, a következő videóban pedig a shotgunok lesznek. Sziasztok!